Az idei karácsonyi készülődés sem telt el a Fandamtek kamarakórus koncertje nélkül. A Vásárhelyi és a környékbeli fiatalokból álló a cappella énekegyüttes most is a református ótemplomban adott ünnepi műsort. A Fandamtek kamarakórus tavaly ünnepelte fennállásának 15. évfordulóját. Bár a tagok folyamatosan változnak, de arra mindig komoly figyelmet szentelnek, hogy az adventi időszakban énekeljenek, ezzel is segítve a közönséget ráhangolódni az ünnepekre. A karácsony és az új év szellemiségében az advent közelében a Fandamtek kamarakórus lassan már egy évtizede egy keresztmetszetet ad az éves munkájáról, ez következik most is. Az énekegyüttes idén is a református ótemplomban várta a kórus muzsika iránt érdeklődőket. Az ünnepi műsor reneszánsz művekkel kezdődött, melyeket egyházi zenék, magyar zenepedagógusok szerzeményei és afroamerikai spirituálék követtek. A repertoárba meglepetés is került. A Fandamtek kamarakórus most próbálkozik először igazi vokális jazz előadásával. Michelle Weir, amerikai énekesnő, zongoristanő és tanárnő átformálásával 30-as, 50-es évekbeli amerikai karácsonyi dalok lesznek feldolgozva, és ezzel fejezzük majd be a koncertet. Bár még az idei esztendő nem ért véget, de a kamarakórus már gőzerővel készül a 2016-os évre, ugyanis januárban a Bessenyei Ferenc díjátadón szerepelnek majd.